Köszöntöm Önöket! Hatalmas elismerésben részesültek a gelsei önkéntesek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság döntése alapján ők kapták meg a címet 2018. év önkéntes tűzoltó egyesülete. Az elismerés kapcsán kerestük fel a folyamatosan évről évre fejlődő szervezetet. Ez egy Steyr 13-21 4x4-es típusú gépjármű fecskendő, ugye 13 tonna, 210 lóerős, és ugye összkerék meghajtásról van szó. Ugye nekünk az összkerék meghajtás nagyon fontos, mert ugye a terepen is megyünk vele, az alai dombságokba. Elengedhetetlen, hogy terepes autónk legyen. A jármű 2000 liter visszaállítására alkalmas, van rajta egy 2400 liter per perces beépített szivattyú. Különböző olyan szakfelszerelések vannak rajta, ami tűzoltáshoz, illetve a műszaki mentéshez alkalmas. Hajmás Gábor hivatásos tűzoltó, az Egyesület egyik alapító tagja mutatta be stábunknak a csapat legújabb gépjármű fecskendőjét. Az önkéntesekkel az új szertár épületüknél találkoztunk, a kivitelezés már a finisénél tart. De menjünk vissza az időben, 1883, ez volt a dátum, amikor a mai Egyesület jogelődje megalakult. Gelsére 1880-ban alakult meg a Tűzoltó Egyesület. Sajnos írásos emlékünk nem maradt erről az alapításról és a 1990-es évek működő egyesületről. Utána megszűnt az egyesület, 2008-ban egy baráti társaság felevendette ezeket a régi dolgot, és úgy döntöttek, hogy újra kéne alakítani ezt az egyesületet, és akkor egy 5-6 fővel megalakították az egyesületet. És utána évről évre ugye mindenki látta, hogy ez egy jó működő csapat lesz, és évről évre többen csatlakoztak az egyesületünkhez, így most a mai nap 22 fővel rendelkezünk. Felmerül a kérdés, mi is volt az indítatás 2008-ban, hiszen nem minden baráti társaság fog bele egy önkéntes tűzoltó egyesület megalapításába. Ahogy Baján Sándor fogalmazott, faluhelyen szinte mindenki ismer mindenkit, és elég sok baj történt már. Ezért gondolta úgy a társaság, hogy valamit tenniük kell. Hát szakmai támogatás, azt ugye az OK, a Balegyminisztérium OKF-től minden éven van ilyen pályázati lehetőségünk. Egy jó pár éve működik ez, és hál' Isten az OKF elég jól támogatja az egyesületeket ez ügyben. Anyagi támogatás, hát megköszönnénk először is a GELSE község önkormányzatának, hogy segítette az egyesületünket, Szegedi Ferenc polgármester úrnak és a környékbeli önkormányzatoknak és a falu lakosságának, akik elég sokat segítettek nekünk ebben az egyesületnek a működésében és létrehozásában. Tehát akkor eszközöket, felszereléseket pályázati úton is lehet beszerezni, de talán egyéb úton is, hiszen ha jól tudom, Ausztriából is érkezett gépjárműfecskendő? Igen. Hát először egy IFA fecskendők volt, azt lecseréltük egy Steyr fecskendőre, azt Ausztriából vettük, és most megint lecseréltük azt is, most már egy elég korszerű fecskendőnk van az egyesületnek. Talán akkor nézzük is tovább, mit tud az a gépjármű fecskendő, ami a gelsei önkéntesek legújabb szerzeménye. Itt az első fokban látható a műszaki mentéshez alkalmas felszereléseink, egy hormatló típusú vágófeszítő, motoros roncsvágó, motoros ráncfűrészek, különböző baleseteknél, illetve természeti csapásoknál, károknál tudunk beavatkozni. Illetve még itt az átmenő fakban van egy átemelő szivattyúnk, ami nyilván a víz szivattyúzására alkalmas, elöntött pincékből, házakból. Aztán tovább megyünk, akkor itt láthatók a tűzoltáshoz szükséges felszereléseink. Egy része WC-tömlők, ugye a betűtípusok annyit jelentenek, hogy különböző átmérőjű a tömlőnek az átmérője. Ez a tűzoltóknak kell tudni, hogy mi miért van. A következő fokban vannak azok az eszközök, amiket a tömlők közé vagy a tömlőkre építünk rá, és gyakorlatilag ezekkel végezzük a tűznek az oltását. Föld alatti tűzcsaphoz állványcső, osztók, ugye látszik rajta, hogy a tömlőket erre rá lehet tenni, és akkor több ágon le lehet venni róla a vizet. Itt vannak a sugárcsöveink, ugye állítható sugárképet lehet vele állítani, ami azt jelenti, hogy többféle módon tudjuk a tüzet megközelíteni vele.
gyakorlatilag itt ezen a részen ennyi. Hajmás Gábor Zalaegerszegen hivatásos tűzoltó. Mint ahogy az egyesület elnöke fogalmazott, az önként vállalt tevékenységet nagyban segítik a hivatásosok, akik összesen hárman vannak a csapatban. Bátorít minket, mert ugye mi nem, ez attól függetlenül, hogy megvan a 40 órás alapképzésünk, ugye ez még nem jelenti azt, hogy mi profik vagyunk a káreseteknél, és ugye van mellettünk egy hivatásos kolléga, pláne egyesületen belül is, azért ez egy jó irányító ember, és egy jó, hát tapasztalat, sok tapasztalatot tudunk tőle megtanulni. Hajmás Gábor, hivatásos tűzoltó, alapító tagja az egyesületnek. A 2008-ban volt egy baráti összejövetel, ahol felmerült ez a dolog, hogy újra kellene éleszteni az egyesületet, azért, hogy segítsünk a településen élőknek, illetve egy új közösséget hozzunk létre a településen, tehát gyakorlatilag én a kezdetektől részt veszek az egyesületnek a munkájába, mint alapító tag. És ráadásul hivatásosként dolgozol, illetőleg véded a környéket. Honnan a szakma iránti vonzalom, szeretet? 2002 óta vagyok hivatásos tűzoltó. Gyakorlatilag én már előtte gondolkodtam valamilyen hivatásos életpályába, munkába, és ismerős révén kerültem a tűzoltóság kötelékébe, és gyakorlatilag azóta ott vagyok. Az egyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag a szervezet mentora vagy, miben nyilvánul ez meg tevékenységügyileg? A szervezet mentora annyit tesz az egyesületért, hogy minden önálló tűzoltó, önálló beavatkozó önálló tűzoltó egyesület mellé ki kell jelölni egy hivatásos mentort, és ugye esetünkben kézenfekvő volt, hogy én legyek az, mivel ugye itt lakok a településen, meg hivatásos tűzoltó vagyok, így alakult ez a dolog. Gyakorlatilag a szakmai részért felel a mentor az önálló beavatkozó egyesületeknél, illetve koordinálja azt, hogy a felszerelések, berendezéseinknek, illetve a járműnek a felülvizsgálatai időben meglegyenek, és ez időben le legyen adva a hivatási tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem megfelelő szerve felé. Hivatásosként hogyan látod, hiszen egy nagyon nagy elismerésbe részesült az önkéntes csapat, milyen elismerés ez? Az év, 2018-as év önkéntes tűzoltó egyesületének választotta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az egyesületet. Ez egy országos elismerés, szerintem nem kell mondanom, hogy ez egy nagyon nagy elismerés az egyesület részére. Az országban gyakorlatilag tavaly évben minket láttak a legjobbnak az elmúlt éves munkánk során tanúsított hozzáállásunk alapján, úgyhogy szerintem következő évtizedekben nem valószínű, hogy megint meg fogjuk nyerni, mivel nagyon sok egyesület van az országban, azok közül pedig szintén nagyon sok van, aki hasonlóképpen ténykedik, mint mi, hogy megfelelő szakmai és morális hozzáállása teszi a dolgát. Bormustrát tartotta dr. Kotnyek István kerbarátkör. A szombati rendezvényen a szakértők nyílt bírálattal segítették a miklósvai gazdák fejlődését. Az egyesület vezetői a téli hónapokban is rendszeresen szerveznek hasonló programokat. Jövő héten például a pálinkáké lesz a főszerep. És jó hosszú tartva nyelünk, akkor mi kétszer is tudunk nyelni, és még mindig érezzük az ízeket. Tehát az látszik így magán a pohár oldalán is, és egy nagyon szép testes, és egy nagyon kellemes italunk borban a poharunkban. A dr. Kotnyek István kertbarátkör a mustrával és a szakértők nyílt bírálatával a gazdák folyamatos fejlődését igyekszik segíteni. A Mindenki Házában tartott rendezvényre 27 minta érkezett. A mustra fő célja a termelők hibáinak kijavítása volt. Királylánykám van rizli, szilványém, oportom és sárdolé borom. Mindegy, ez összességében 400-500 liter bornál több borom nincsen. Kis mennyiségben készítem, és itt a baráti körbe kóstolgatjuk el. Nagyon tanulságosak ezek a nyílbírálatok. Azért szeretjük ezt a bormustrát, mert sokkal jobb, mint egy borversenyen. Itt több szó esik arról, egy adott fajtáról a tulajdonosnak, hogy esetleg milyen hibákat vétett, hogyan lehet ezeket a hibákat kiköszörülni. Mi már adott esetben a szürettől elkezdve a teljesen a borkészítés végéig. Úgyhogy egy sokkal nyíltabb, mint egy versenyen, ahol majd csak a végén tudjuk meg, hogy arany, ezüst vagy boz, vagy esetleg oklevelet kaptunk. És a nyílt borbírálat zajlik,
amelyben a zsűri elmondja a borról a véleményt, és annyira nyíltá tesszük, hogy meg is mondjuk, hogy kiek a borok, és lehet kommunikál, lehet a zsűrivel beszélgetni, hogy minél jobban tudjon a zsűri bírálni, illetve nyilatkozni, természetesen azért oda kell kérdezni a termelővel, hogy mit, hogyan készített a szőlőjével, illetve a borral, mert gyakorlatilag a legnagyobb gondot itt az jelenti, amikor a szőlőbe lekerül a darálóba, és utána vannak a problémák, amik már ugye az első három bornak ki is ütközött. Nem úgy kezelték sem a cefrétés, illetve utána az árjedés közben, illetve az árjedés utána a borokat, ahogyan az kellett volna. Szépen sárgult a Rajnai, és megnézve azt tapasztaltam, azt a meglepetést, hogy 9 nap alatt egyetlen szemernyi cukorfokat nem vett magában, hanem a 9-es sav az 6-osra mérséklődött. Úgyhogy azonnal szület volt, tehát ezen keresztül is igazolva volt az, amit tapasztaltuk, hogy egy nagyon rendkívüli évjárat volt. A gazdák dolgát különösen megnehezítette a tavalyi időjárás, de már évek óta problémát okoz, hogy a szőlőtermesztés szempontjából túl későn és szélsőséges körülmények között érkezik meg a nyári meleg. A tapasztalatunk az, hogy minden évjárat más és más. Ezt pontosan tudják a termelők is, de nem biztos, hogy kellőképpen odafigyelnek rá, vagy van lehetőségük a kis pincéjükbe azokat a technológiai folyamatokat levezényelni, ami ennek a javításához szükséges. A tapasztalat egy kicsit füllettek a borok, tehát mindenképpen a fejtés nagyon fontos, a kénszintnek a beállítása nagyon fontos, a töltögetés ahhoz, hogy ha jön a melegebb időjárás, felmelegednek a pincék, akkor is egészségesek maradjanak és élvezhetek, maradjanak a borok. Ugye ehhez már nem is lehet alkalmazkodni, hisz maga a növény életében nem tudunk beavatkozni. Mondjuk az évjárat a tavalyi különösen kellemetlen volt egy nedves, nagyon hűvös tavasz, és nagyon nehezen indult el az egész növényvilág, akkor egy nagyon gyors felmelegedés, komoly fejlődésen esett, tehát minden növény így, a szőlő is. Jött egy nagyon, és ez most már sajnos rendszeresen egy száraz, nagyon forró augusztus, és amit nem lehet kiküszöbölni azt, hogy a növény él, a szőlő él, mert ugye mélyen lent vannak a gyökerei, tehát a vizet felveszi, de a levelével jelzi, hogy semmilyen más életfunkció nincs, mint itt a kollégám is mesélte, hogy ő saját tapasztalata, hogy 9 nap alatt a forró időszakban 1 grammot emelkedett a cukorfok, ugye pedig hát ha élne és növényben lenne tápanyagforgalom, akkor ennek feltétlenül be kellett volna következni. Illetve a másik a cukor és a sav összefüggésében. Egyszer a cukor nem növekszik, de a sav meg csökken már magába a bogyóba, tehát egyre nehezebb, magas minőségű, zamatos, jó összhangban lévő borokat készíteni. Bár egyre komolyabb kihívás a jó borok elkészítése, azért a dr. Kotnyik István kertbarátkör tagjai nem adják fel. Az Egyesület idén is megszervezi saját borversenyét, valamint a város legjobb borának járó elismerésért is Miklósván versenyezhetnek majd a gazdák. Azért is vagyunk ugye egy bő hónappal a borversenyünk előtt, mert március 30-án lesz a borversenyünk, hogy ilyenkor még azért lehet javítani, hiszen hogy a zsűri is javasolja neki, hogy mit kell velük csinálni. Nem sok minden dolgot, de oda kell figyelni a kénszintre, főleg meg, hogy frissek legyenek a borok. Hát az árjedéskől elkövetett hibákat már csak részben lehet javítgatni, akkor kellett volna kicsit jobban odafigyelni és együtt élni az árjedés közben levő borral, illetve musttal, de még mindig azért vannak lehetőségek, hogy javítsanak, vagy javítsunk a borainkon. Ide a bormustrára 29 bor érkezett, ez én nagyon meg vagyok elégedve, nem is kell sokkal több, mert akkor nagyon sokáig elhúzódik, és azért amikor már 30 fölött bírálnak, a bírák elfáradnak, meg már a közönség is elfárad. Hát a borversenyünkre 80-90 bormintát várunk, Miklósváról, illetve környékből, bárhonnan. A városbora szervezést elkezdtük, és 23-án, március 23-án lesz a bor virálata, illetve borverseny. Itt lesz, itt Miklósváron, a mindenki házában lesz. Ide várjuk majd a borokat előtte azon a héten, szerdán, illetve csütörtökön, 17 és 19 óra között, és szombaton pedig a vendégeket 15 órára. A zsűri már délelőtt el fogja kezdeni, 10 órai kezdettel szeretnénk a zsűrivel elkezdetni a virálatokat, és ugye
és egy bor a kiválasztása lesz a város részére, tehát az lesz a városbora. A kertbarátkör tagjaira a saját és a városi borverseny előtt még egy mustra vár, hiszen a hétvégén pálinkáikat mutathatják be a szakértő zsűrinek. Egy sokat foglalkoztató, ám annál összetettebb téma miatt kértük Lelkes András, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őrének segítségét. A természet, illetve azon belül is a madárvilág védői azt tapasztalták az elmúlt hónapokban, mintha csökkent volna az énekes madarak, a nálunk telelő madarak létszáma, kint a vadonban és az etetők környékén is. Következzenek a kérdésekre a válaszok. Információ, igazából ilyen célzott kutatás kimondottan áraltárulatára nincsen. Vannak felmérések, európai szintű, Magyarország szintű, elsősorban a madarakat tekintve a Madártani Egyesület, Magyar Madártani Egyesület részéről, illetve leginkább ilyen észrevételek jöttek, hogy kevesebb a madár. Hát mondjuk azt előre kell bocsátani, hogy az ilyen megfigyelések nyilván nem alaptalanok, de ezek még sok mindent nem feltétlenül hogy jelentenek, mert azok relatív dolgok, hogy kevesebb, mihez képest van kevesebb. Tény is való, hogy itt most jóval kevesebb madár volt, énekes madár elsősorban, a tél folyamán, de elég, ha körülnézünk, tehát tavasz van, meg ez a tél, ez különösen enyhe volt. Tehát alapvetően Magyarországnak az éghajlata, meg a természeti környezete alapvetően megfelelő lenne arra, hogy az itt telelő madarak, énekes madarak is átteleljenek. Nyilván az ember segít, ez egy könnyebbség, ez egy segítség nekik a madaraknak ez a téli etetés, meg hát talán valamennyire kompenzálja az embernek a negatív dolgait, amit egyébként is csinál. Tehát itt kevesebb madár van, de alig 200 kilométerre tőlünk, például Szlovéniának a nyugati felén, 5 millió fenyőpinty tartózkodott egy viszonylag kicsi helyen, tehát csak a tömeges kihúzásuk, mint a seregélyeknek, az vagy több 10 percig tartott. Tehát ezek északról jönnek, többször megfigyeltek már ilyet, valamennyi ebből nyilván nem 5 millió, de elég kevés juthatott ide Magyarországra is. Amikor az 1-2 hidegebb nap volt itt Magyarországon, akkor nálam is megjelent az etetőn 1-2 fenyőpinty. De nyilván ilyen, illetve ehhez fogható tömegekről nem tudunk. Tehát akkor egyrészt beszélhetünk a természeti változásokról, az időjárás változás miatt nem látunk annyi madarat, ez az egyik befolyásoló tényező, viszont mint ahogy a méheknél, a vegyszerek megjelenése, ebből kifolyólag a táplálékát nem úgy találja meg, erre csak találgatni tudunk. Így van, hát nyilván vannak erre kutatások, következtetések, de ezek nagyon összetett folyamatok. Egyetlen egy dolog az biztosan kijelenthető szerintem, hogy az embernek köze van hozzá, kőkeményen köze van hozzá. Tehát az, hogy korábban is érték mindenféle negatív, amikor az ember még nem avatkozott bele ezekbe a rendszerekbe, akkor is érték negatív hatások a madarakat, időjárás, vonulási útjuk során, táplálék, stb. Erre az ember rátesz még egy, vagy több lapáttal. Ez olyan, mint az embernek az immunrendszere. Tehát az embernél is, hogyha valakinek gyenge az immunrendszere, beteg, akkor könnyebben elkap bizonyos betegségeket, amiket például egészséges ember, egészséges immunrendszerű ember észre sem venne. Az Európai Unióban is érzékelhetők ezek a változások, tehát főleg a mezőgazdasági területeknek a madarai drasztikusan csökkentek. Hát Magyarországon is nem kell arra különösebb kutatás, hogy észrevegyük, mennyivel kevesebb fecske van. És ebben úgy gondolom, hogy ez kimutatható is, illetve rengeteg olyan dolog van, amit még nem mutattak ki, vagy nem mutatható ki, de az embernek kőkeményen köze van, gondolok itt az intenzív mezőgazdaságra, a közlekedésre. Nyilván az embernek itt élni kell, tehát közlekedni kell, csak hát ez minden más élőlégyre elég káros hatással van. Az ön szubjektív véleménye szerint, magán véleménye szerint az egyén, tehát vonatkoztassunk el a mezőgazdasági termeléstől, a gyáraktól, az ipartól, az egyén tehet valamit? Mondjuk
a madárvilág érdekében? Hát, mint ahogy a tengeri cseppekből állt, mindenki tehát érte. Egyrészt a környezettudatos gondolkodásával, saját gyerekei, unokái környezetéért, illetve egyéni külön akciókkal. Nyilván mindenki, tehát az emberi fejlődés az a kényelemről szól, tehát nem szívesen ad fel senki olyan dolgot, ami kényelmesebbé teszi az életét, ha azzal valamennyire jobbá tudná tenni a környezetét, nem az ő, hanem az egyéb élőlények számára. Tehát az ilyen dolgok nagyon nehezek, meg elég sokan is vagyunk hozzá. Nyilván az egyéni embernek is meg kell ezt tenni, amit az ő szintjén tud. Ebbe beletartozik a téli madáretetés is, de ez is sajnos sokszor átesik a ló másik oldalára. Például a vízi madarak Balaton, meg a, itt akár a csónakázótónál, vagy nagyobb vizes élőhelyeknél is előszeretettel etetik a hattyúkat és az egyéb vízi madarakat is, hát ez kimutatható, hogy ez káros. Tehát például a vízi madarakat etetni nem szabad. Tehát a vízi madaraknak az az érdeke, hogyha elfogy a táplálék, vagy kevesebb lesz a táplálék, akkor délebbre vonuljanak, illetve nem feltétlenül jók a vízimadaraknak ezek a táplálékok, olyanok mondjuk, mint az embernek a chips. Egyébként sokszor a vízimadaraknak is chipseket adnak. Szerencsére azért ennek tehát a cínegék és az itt telelő énekes madaraknak az etetésének egyre nagyobb keletje van, környezet tudatosabbak ebből a szempontból az emberek, de hogyha talál magának táplálékot, akkor ezt kevésbé veszik igénybe. Természetesen, tehát hideg teleken ezeket is alkalmazni kell. Meg hát mindenféle egyéb módon mindenkinek a lehetőségéhez mérten célszerű ezt. Hogyha kártya van, odokat rak ki nekik, nem használ feleslegesen vegyszert. Hogyha békák vonulnak, vagy madarak repülnek, nagyon egy lassabban közlekedik, tehát nyilván ezt kiküszöbölni nem lehet, hogy az ember ne tegyen bennük kárt, de csökkenteni valahogy lehet. Egykoron a nőnap jelképe is volt, a tavasz hírnökének is nevezik. A törékeny, hófehér kis virág leginkább az erdők aljában bújik meg, de vízenyősebb területeken, réteken is találkozhatunk vele. Nem árt évről évre felfrissíteni a tudásunkat, a hóvirág már sok éve védett növény hazánkban is. Ezt a szép kis növényt bizonyára mindenki szereti, hiszen amikor kibújik a földből, tudjuk, hogy már nincs sok hátra a tavasz beköszöntéig. Valójában az egész természet érzi, hogy hamarosan itt lesz a tavasz beköszöntés. Ezt nem csak a naptárból kell konstatálni, hanem magába a levegő mozgásából, a nap mozgásából, pontosabban nem a nap mozgásából, mert a nap nem mozog, hanem a földünk mozog. De ez egyértelműen nagy hatással van az egész élővilágra, és ezeknek az első hírnökeire, mint a hóvirágra. Most egy fontos dolgot el kell mondani, lehet, hogy sokan azt fogják mondani, hogy ilyeneket nem lenne szabad mondani, hogy a hóvirág, azt mondják, a tavasz első hírnöke. Hát a tavasz első hírnöke nem a hóvirág, hanem a téltemető. A téltemető, ami szintén egy mediterrán növény, virág, apró kis, gyönyörű, szép sárga a virág, akkora kör, mint a hóvirág, csak az egy kétszikű növény, ez pedig egy egyszikű növény, már mint a hóvirág. Tehát ő indítja elsőnek a tavasznak a köszöntését, csak kevés helyen fordul elő, ezért az emberek nem nagyon találkoznak vele. A hóvirág ellenben egy nagyon érdekes növény, amit meg kell tanulni belőle, vagy tudni kell belőle, az, hogy hagymás növény, magról szaporítható, és a virágai lepellevelek. A lepellevél, ezt többen azt összekeverik bizonyos dolgokkal, de lepellevélnek az a lényege, hogy a sziromlevél és a csészelevél összenőtt. A hóvirágnak elég sok változata van. Magyarországon is egy fél tucat változat megtalálható. Ez a kikeleti hóvirág, amiről most mi beszélünk, ez elég sok helyen megfordul, előfordul, és tényleg nagyon szépen hirdeti azt, hogy hamarosan itt lesz a tavasz. Hagymáját
és a növénynek a többi részét is különböző alkaloidák szövik át idézőjelbe, és tehát mérgező növény. Tehát nem igazán ajánlatos leszedni se, kiásni se. Ehhez hozzájárul az, hogy az egész Európa Unióban hóvirág védett, egy szálért 10 000 forintos képzeletbeli bírós vagy bírságot szabhatnak ki, és 2017-ben Magyarországon az év virága volt. A hóvirág 2005 óta védett növény. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után a jogharmonizáció következtében született meg a döntés, a vadon élő gyönyörű kis növény védett faj lett. A kikeleti hóvirággal hazánkban februártól áprilisig találkozhatunk, az üde és nedves lombos erdőkben, középhegységi gyertyános tölgyesekben, bükkösökben, patak és folyómenti ligeterdőkben. Amióta a hóvirág védetté van nyilvánítva, nem lehet látni azokat a nénikéket, akik egy kis kosárba összeszedték a hóvirágot, mindenhol ezekben az erdők aljnövényzetébe, nedves, jó talajú erdőkbe, és amikor kiültek itt az utca szélére, jobbra-balra, és árulták a hóvirágot, közben kötözték raffiával az egészet, levágták az alját, és jöttek a férfiak, legalábbis, azok mind egytől egyik vásárolták a hóvirágot, és ajándékozták nőnap alkalmából a hölgyeknek. Érdekes dolog, hogy most ez egy kicsit, mármint ez a nagy hóvirág dolog visszaesett, de nem jelenti azt, hogy több a hóvirág. Tehát hiába védett a hóvirág mennyisége a természetben nem sokkal több, mint korábban volt, annak ellenére, hogy amikor leszedték a hóvirágot, ez nem okozott olyan sok hatást a növény számára, hisz a levelei megmaradtak, mivel hogy a hóvirágot általában nem a saját levelével kötötték össze, hanem borostyán levéllel, és így a hóvirágok gyönyörű szépen szaporodtak. Tehát, és nem, általában akik szedték, azok nagyon jól tudták, hogy nem kell mindent kiszedni, nem kell az összeset összeszedni, hanem elég, hogyha összeszedünk, ahol van mondjuk 15 csokorra való, elég, hogyha 6-ot összeszedünk, vagy 7-et, a többit ott hagyjuk, és menjünk tovább. Tehát ez a hóvirág összeszedés és a hóvirág árusításnak egy érdekes csomópontja volt az Zala, mármint a mi régiónk, mely nagyon kedvező az éghajlat a hóvirágnak a szaporodásához és a virágzásához, és valójában innen vitték föl Budapestet kvázi ellátni hóvirág csokrokkal. Ezt saját magam is tudom igazolni, hogy nagyon sokat vittek fel, és örömmel árulták, és örömmel fogadta mindenki a Nemzetközi Nőnap alkalmából, illetve most már azt kell mondanunk, hogy a Nemzetközi Zoltán Nap alkalmából a hóvirágot. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, a mi portánk legközelebb 2 hét múlva várja önöket. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.